vendégektől. A második félidő kezdőrugását Varga Énok fogja elvégezni, akit a testvére Dani kísért be a pályára, mindketten az MTK utánpótlásában pallírozódnak, és itt rögtön láthatunk egy rávezetést, és lehet, hogy megszületik a harmadik MTK találat is a mérkőzésen. Senko kivédi, ennek azért annyira nem örülnek a hazaiak, talán beengedhette volna Senko Zsombor a labdát, megpróbálkozik még egyszer a fiatalember, Senko megint véd. Hát ez a szülinapi kezdőrugás gól nem lett, ettől féltem, a fiatalembert Isten éltesse nagyon sokáig. Igen, talán ezért kellett volna beengedni ezt a gólt Senkónak.